Új látványosság és egyben hasznos is a mostantól a főtéren az a kupakgyűjtő szív, amelyet pénteken adtak át a városnak a Nexus Egyesület tagjai. Ökrös Dávid elnök elmondta, Karcag első kupakgyűjtő szívét egyesületük egy pályázat segítségével valósíthatta meg, helyi vállalkozók közreműködésével. Legfőbb feladata, hogy a szelektív hulladékgyűjtést jelentős mértékben népszerűsítse a városon belül, hiszen a műanyag kupakokat általában rajta hagyják a flakonokon, és úgy dobják ki, pedig azokat külön lehet hasznosítani, felhasználni. Át tudtuk adni Karcagváros első kupakgyűjtő szívét, amit az egyesületünk, a Nexus Egyesülettel pályázati kereteken belül tudtunk megvalósítani, és akkor helyi vállalkozókat bíztunk meg, hogy a szívet elkészítsék minden egyes munkaszakasszal együtt. Tehát hogy a másik fő célkitűzés az volt, hogy a kupagyűjtő szív elkészülhessen, hogy helyi vállalkozókat támogassunk, segítsünk ezzel a fajta megbízással. A kupagyűjtő szívnek a legfőbb feladata, hogy a szelektív hulladékgyűjtést jelentős mértékben népszerűsítse a városon belül, hiszen a műanyag kupakokat, amiket általában vagy rajta hagynak a műanyag flakonokon és úgy dobnak ki, azokat külön lehessen felhasznosítani, újra felhasználni, és a forgalomban majd visszahelyezni a megfelelő cégnek az együttműködésével. Ezt a szemléletmódváltást szeretnék kialakítani, a befolyt összeget, amit a felvásárlóktól kapnak, a Karcagi Mentő Alapítványnak ajánlják fel folyamatos jelleggel. Ezt szeretnénk, hogy egyfajta szemléletmódváltást tudjunk ezzel kialakítani, vagy legalábbis akinél már ez a szemléletváltás már kibontakozott, hogy ki tudjon még inkább alakulni Karcagon, még népszerűbb tudjon lenni. És az így befolyt pénzösszeget, amit majd felvásárol a PMR a kupakok által, azt az összeget pedig a Karcagi Mentő Alapítványnak kívánjuk felajánlani tartós jelleggel, hogy a működésük ne csak tényleg az általános időkben, hanem a koronavírus alatt is jelentős mértékben tudja támogatni az ő működésüket. A szív 180 cm magas, 140 cm széles, körülbelül 50 kg kupak fér bele, s Karcag város szépségét is tovább tudja ékesíteni a Kossuth téren. Maga a szív, tehát egy nagy méretű szív, mert kétfajta kupakgyűjtőket lehet látni már az országban, egy kisebb méretű, ami általában legfeljebb 120 cm magas szokott lenni, illetve van a miénk, ami 180 cm magas és 140 cm széles, tehát egy igen nagy méretű szívről tudunk beszélni, aminek a fő cél ugye az volt, hogy minél több kupakot tudjunk egyetlen egy helyen összegyűjteni, meg alapvetően ugye a Karcag városának a szépségét is tovább tudja ékesíteni, ugye a kisebb méretű szívek ugye kisebb rész láthatóak, még ugye a nagyobb szívek jóval grandiózusan méretűek, és bízom benne, hogy tényleg a Kossuth térnek egy ilyen ékes pontja lesz majd ez a szív. Szepesi Tibor polgármester örömmel támogatta a Nexus tagjait a kupakgyűjtő szív kihelyezésével, mert mint fogalmazott, egy olyan társadalmi kezdeményezés, amely támogatást kell, hogy kapjon az önkormányzat részéről. Nagyon örültem annak, amivel megkerestek, hiszen valóban egy olyan társadalmi kezdeményezés, amely azt gondolom, hogy mindenképpen támogatást kell, hogy önkormányzatunk részéről is kapjon. Másrészt azért is örült a kezdeményezésnek, mert fiatalokból állók alkotják az egyesületet, akik megoldandó társadalmi kérdésként vállalták fel a környezetvédelmet, jótékonysági rendezvényekkel, lehetőségekkel. A kupakgyűjtő szívvel is a szelektív hulladékgyűjtésre való aktivizálás mellett a környezetvédelem fontosságára és az egészségügyben dolgozók munkájára is felhívják a figyelmet. A másik, aminek nagyon örültem, hogy egy olyan társaság keresett meg, egy olyan korosztály, egy olyan fiatalokból álló csoport a Nexus Egyesület képviselőjeként, és a mögötte álló fiatalokként, akik úgy döntöttek, hogy olyan közösséget alkotnak, amellyel a várost tudják szolgálni. Nem különböző politikai érdekek mellett, hanem valóban olyan társadalmi problémákat vettek föl, megoldandó kérdésként az ő saját palettájukra, mint a környezetvédelem, a különböző jótékonysági rendezvények és különböző jótékonysági lehetőségek megragadása és támogatása. És ebben a szívben, ahogy a kérdésben is benne volt, valóban ott dobog mind a kettő, hiszen túl azon, hogy a szelektív hulladékgyűjtésre való aktivizálás mellett, a környezetvédelem fontosságára való figyelemfelhívás mellett egy olyan jótékonysági kapcsolódás is van benne,
amellyel a mentőszolgálat kerül majd támogatásra, hiszen jelen pillanatban a mentőszolgálat munkájára, az orvosok, az egészségügyi dolgozók munkájára van talán a legnagyobb szükség. Úgyhogy mondom, mind a kettőnek örültem, de leginkább annak, hogy egy fiatalokból álló csoport foglalta össze és vállalta fel ezt a feladatot. A Nexus Egyesület is csatlakozott a Tisztítsuk meg az országot programhoz. Erről már hamar Bence beszélt. A Tisztítsuk meg az országot pályázat keretein belül a Nexus Egyesület ugye pályázott erre a Tisztítsuk meg az országot pályázatra, ami kimondja, hogy a illegális hulladékoknak a felszámolásával kapcsolatos. A Nexus Egyesület három területen számolt fel illegális hulladékot, a Kisfürdőnél található Kiserdőnél, a 4-es számú főút mellett található kamionparkolóban, ami a Molkútnál található, illetve a 2-es főcsatornánál számolt fel illegális hulladékot, ez inkább építési bontási hulladék, illetve vegyes kommunális hulladék. Vegyes kommunális hulladék alatt számottevő volt a PET-palack, egyébként a szennyezett PET-palack, a fólia, illetve a gumiabroncs, és ebben volt partner a Nagykunsági Környezetvédelmi Kft., ami az elszállítását, a hulladékoknak az elszállítását, illetve a kezelését vállalta magára. Tudomásunk szerint ezeken a területeken nem képződött újra hulladék, bízom benne, hogy ez így is fog maradni. Befejeződött az önkormányzat pályázatából a magyarkai illegális szemét felszámolása is. 960 köbméter építési bontási törmeléket számoltak itt fel a szakemberek.